Alig több mint egy évvel ezelőtt avatták fel Nagykáló új 36 férőhelyes önkormányzati fenntartású bölcsődéjét. Ez pedig már egy másik, ha nem is új, de felújított, játékokkal megtelt épület. Itt a református egyházközség végzi majd a bölcsődei nevelést. Az ehhez szükséges korszerű feltételeket a korábbi parókia épület rekonstrukciójával oldották meg Nagykálóban. A helyi gyülekezet hálaadó istentisztelettel ünnepelte a beruházás elkészültét. A gyülekezetnek nem csak stabil múltja van, hiszen elérkezett az idő, amikor különlegesen az evangélium hirdetése mellett ezzel az intézménnyel jövőbe mutató feladata is. Azokkal a kisgyermekekkel és a családtagjaikkal, akik a jövendőben nem sokára ebben az intézményben kérik a bölcsődei nevelést. Simon Miklós országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, 2018 óta 15 új bölcsőde kezdte meg működését a térségben, ebben pedig megkerülhetetlen szerepe van az egyházaknak. Azt mondhatjuk, hogy minden második településen a bölcsődei szolgáltatás, inkább gondoskodás, az kézzelfogható, elérhető. Az egyházak ebben a munkában oroszlán részt vállaltak, hiszen Újfehértón is épül református bölcsőde. Itt Nagykállóban, Mária Pócson görögkatolikus, és Nyírbátorban egy görögkatolikus bölcsőde. Nem csak a térségben bővült jelentősen a bölcsődei hálózat, 2010 óta országos szinten is megkétszereződött a férőhelyek száma. Erről már Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár beszélt az istentiszteleten. A politikus hozzátette, a család politika a nemzet fennmaradásának egyik legfontosabb pillére, ezért a kormány a jövőben is kitart az elmúlt bő egy évtized törekvése mellett. Akik családban élünk, jól tudjuk, hogy ha a családban nem születik meg a gyermek, akkor nem lesz, aki a család nevét tovább vigye. Nem lesz, aki a család szokásait tovább vigye, nem lesz, aki a család örökségét tovább vigye. Ez így van minden családban, ez így van Nagykállóban is. Ha nem születik meg egy újabb gyerek Nagykállóban, akkor annak az esélye csökken, hogy Nagykálló közössége, a város hagyományai, a város tisztelete, a városnak a kultúrája tovább éljen. És ha ez így van minden városunkban, ez így van a nemzetünkben is, akkor van esélye a magyar nemzetnek fennmaradni, ha minden gyermek, amit kívánnak a családban, az meg fog születni, meg tud születni. Ez az oka annak, és ez az alapja annak, hogy a családpolitika az az egyik legfelsőbb polcra került a kormányzati prioritások között az elmúlt években, mert azt gondoljuk, hogy családpolitika nélkül semmi nincsen. Ha családpolitikát nem nyerjük meg, akkor minden más ügyet is el fogunk veszíteni. A 332 millió forint értékű bölcsődei fejlesztéshez csaknem 300 millió forint támogatást kapott a református egyházközség.